napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Róra Sándor jegyző urat, hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a kedves televíziónézőket. A jelenléti alapján megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, az ülés határozat képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változtatással, hogy 4 pont napirend kerüljön felvételre. Elsőként előterjesztés a nagykunsági környezetvédelmi területfejlesztési és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetéséről szól. Második pont napirendi pont. Javaslat a nagykunsági környezetvédelmi területfejlesztési és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének megbízására. Harmadik pótnapirendi pontunk, javaslat a nők a családban és a munkahelyen pályázaton való részvételre. És negyedikként javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására. A 4 pótnapirendi pont, ha elfogadásra kerül, akkor 30, 31, 32 és 33 napirendi pontként szerepel. Kérdezem, hogy tudjuk-e támogatni a pótnapirendi pontok felvételét? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Szavazásra teszem fel a teljes napirendet, aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 14-től 31-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Tudjuk-e ezt támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, a napirendek megtárgyalása előtt köszönteni szeretném Teleki Zoltán rendőr alezredes urat, a karcagi rendőrkapitányság vezetőjét, aki Szent György napja alkalmából kiváló munkavégzése alapján, mely kiemelkedő hivatástudattal, példaértékű szorgalommal, magas szintű felkészültséggel párosul, Jász-Nagykun-Szolnok megye rendészeti és közbiztonsági díját vehette át. A rangos elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, munkájához további szakmai sikereket és jó egészséget kívánok. Felkérem Teleki Zoltán rendőr alezredes urat, hogy legyen szíves kifáradni és az ajándékot átvenni. Köszönteni szeretném továbbá a karcagi rendőrkapitányság további 2 díjazottját, Vajó Imre törzszászlós megbízott nyomozó alosztályvezetőt és Dániel Zsolt főtörzszászlós vizsgálót, akik a karcagi trafikrablás elkövetőjének a felderítésében nyújtott kiemelkedő teljesítményükért a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitány úrtól jutalomban részesültek. Az elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, munkájukhoz további szakmai sikereket és jó egészséget kívánok. Felkérem Vajó Imre törzszászlós megbízott nyomozó alosztályvezető urat, Dániel Zsolt főtörzszászlós vizsgáló urat, hogy legyenek szívesek kifáradni és egy-egy ajándékot átvenni. Köszönteni szeretném a karcagi hivatásos tűzoltóparancsnokság részéről Bakó Mihály tűzoltó főtörzsőrmestert, Kovács Attila tűzoltó főtörzsőrmestert, Feke Lajos tűzoltó főtörzsőrmestert, akik a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei tűzoltó napján
2017. május 3-án jutalomban részesültek. Az elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, munkájukhoz további szakmai sikereket és jó egészséget kívánok. Felkérem Kovács Attila tűzoltó főtörzsőrmester urat, hogy legyen kedves kifáradni és egy ajándékot átvenni. A másik két úriember hivatalos elfogadtság miatt nem lehet jelen ma a testület ülésen. Nagyon sok mindent van szerencsém köszönteni mindenkit, és ez végtelen örömteli számunkra. Köszönteni szeretném ezután az Országos Mentőszolgálat Karcagi Mentőállomás dolgozóit, akiknek a Mentők Napja alkalmából május 10-én Budapesten magas szintű szakmai és példamutató közösségi munkájuknak elismeréséül Ólódi Szőcs Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyekért felelős államtitkára, és Máté Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, az alábbi elismeréseket adta át. Köszöntöm Jenei Zoltánt, a Karcagi Mentőállomás vezetőjét, aki dr. Orovec Béla emlékérmet vehetett át. Az elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, további sikereket, jó egészséget kívánok. Kérem, hogy legyen kedves kifáradni és egy ajándékot átvenni. Köszöntöm továbbá Cinege János mentőtisztet, Vadai Zsolt mentőápolót, Hopka Sándor gépkocsi vezetőt, akik hősies mentésért külön díjban részesültek, rendkívüli helyzetben tanúsított, kivételesen bátor magatartásukért. Elismerésükhöz gratulálok, további sikereket, jó egészséget kívánok, kérem az urakat, hogy legyen kedvesek kifáradni és egy ajándékot átvenni. Köszöntöm továbbá Hérmán Sándor gépkocsi vezetőt és ifjú Fűtő Miklós mentőtisztet, akik regionális igazgatói elismerésben részesültek. Elismerésükhöz gratulálok, az önkormányzat nevében sok sikert, jó egészséget kívánok a továbbiakban is. Kérem, hogy legyenek kedvesek kifáradni. Távol létében köszöntöm Ruzicska Ferenc urat, aki a nagykunság kultúrájának, történeti hagyományainak megismertetése terén kifejtett álhatatos munkájáért kiérdemelte a Jászkun kapitányok díját. Elismeréséhez szintén gratulálok, és minden jót, jó egészséget kívánunk számára is, távolmaradását jelezte. Tisztelt Képviselőtestület, Hölgyeim és Uraim, felkérem Róna Sándor jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről legyen kedves tájékoztatást adni.
Április 27-én rendezte meg a Kiskulcsosi Általános Iskola Kiskulcsosi Kavalkád című műsoros estjét a Déréni Kulturális Központban. A rendezvényen jelen volt Pánti Ildikó képviselőasszony. Április 30-án a májusfaosztás volt a Városháza előtt, közel 50 fő vitt el ingyenes májusfát, így a közterület rongálása nélkül volt lehetőség a hagyományok ápolására. Köszönet ezért Szepesi Tibor képviselő úrnak, aki megszervezte. Május 1-én a karcagi majális programjaira várták a város lakosait. A Kossuth téren felléptek Kovács Marika és Kolostyák Gyula nóta énekesek, a Sárai Band, a Dalma Dance Club táncosai, a Pop Pom együttes, Kocsis Tibor és a History együttes. A koncertek mellett a Bengecseg Alapítvány játszóháza és kézműves vásár várta az érdeklődőket, valamint ismét megrendezésre került a Kötöny népe 4. nagykun ífeszítő viadal talpas íjász verseny. A programokon részt vettek Pánti Ildikó, Szepesi Tibor, Karcagi Nagy Zoltán, Nagynyi László Erzsébet és Molnár Pál képviselők, Gyurcsek János alpolgármester, valamint Dobos László polgármester úr. Május 3-án a megyei tűzoltó napon városunkat képviselte és a karcagi tűzoltóknak jutalmakat adott át Jászberényben Karcagi Nagy Zoltán képviselő. Május 4-én Ügyeskedj a kerékpároddal címmel vetélkedőt rendeztek az óvodások számára. A programon jelen volt Molnár Pál képviselő. Szintén május 4-én a Jászkun emléknapon a Redemció 272. évfordulójára emlékeztünk a Milléniumi Emlékparkban. Ünnepi beszédet mondott nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes úr. A megemlékezésen Pánti Ildikó, Szepesi Tibor, Karcagi Nagy Zoltán, Nagynyi László Erzsébet, dr. Kanász Nagy László képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármester képviselték a városvezetést. Az önkormányzat nevében koszorút helyezett el az emlékműnél Dobos László polgármester úr. Május 5-én volt a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium ballagási ünnepsége. Szintén május 5-én tartották a Varró István Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ballagási ünnepségét. A rendezvényen Pánti Ildikó képviselő vett részt. Május 4-én, 5-én és 6-án a Nemzeti Jászkun Emléknap alkalmából rendezett megyei programokon Kovács Szilvia alpolgármester és Pánti Ildikó képviselték városunkat. Május 5-én és 6-án tartották a Magyar Egészségügyi Menedzser Klub mérlegzáró közgyűlését a Kátai Gábor Kórházban. Május 6-án búcsúztak iskolájuktól a Szent Annai Sámuel Középiskola és Kollégium végzős diákjai. Az ünnepségen jelen volt, és a kiemelkedő teljesítményt elérő tanulóknak díjakat adott át Karcagi Nagy Zoltán képviselő. Május 8-án volt a Születés Hete rendezvény a Kátai Gábor Kórházban. A rendezvényen részt vett, mint képviselő is, Nagynyi László Erzsébet főigazgató. Május 11-én a Déréni Kulturális Központ a Szakkori Randevű című programmal csatlakozott az Országos Közösségek Hete kezdeményezéshez. A rendezvényen a Kunkuckó Diákjátszó Kör és a balettcsoportok mutatkoztak be. Az önkormányzatot Szepesi Tibor képviselte a programon. Május 12-én rendezte meg a Kovács Mihály emléknapok nyitó rendezvényét a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület. A Kovács Mihály domborműnél koszorúzással és díszelgő bemutatóval fejeztük ki tiszteletünket a huszárezredes emléke előtt, majd a Györfi István Nagykun Múzeumban nyílt kiállítás Lótartás a Kiskunságban címmel. A programokon Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselők vettek részt, az iskola falán található emléktáblánál Kovács Szilvia alpolgármester és Dobos László polgármester úr helyeztek el koszorút. Május 13-án és 14-én rendezték meg a 4. Karcagi Országos Nyugdíjas Művészeti Fesztivált az Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben. A rendezvényen Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselők, valamint Dobos László polgármester úr voltak jelen. A Kovács Mihály emléknapok keretében május 15-én futóversenyt, 16-án majálist, 17-én történelmi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Május 18-án koszorúzással emlékeztek Kovács Mihályra a róla elnevezett emlékparkban, ahol köszöntőt mondott Pánti Ildikó képviselőasszony, a városvezetést Karcagi Nagy Zoltán képviselte.
Május 16-án gyermeknapi rendezvényt szerveztek a Kuten úti óvodában. A rendezvényen részt vettek Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselők. Május 17-én került sor az Életet az éveknek nyugdíjas klub tavaszköszöntő báljára a Dérinél Kulturális Központban. Május 18-án tartották a Táncsics körút 19 szám alatti óvoda a Pünkösdi műsorát. Az önkormányzatot Kovács Szilvia alpolgármester képviselte. Május 20-án rendezték meg a hagyományos néptáncos bált, ahol a város néptánc csoportjai teltház előtt mutatták be a legújabb koreográfiáikat. A jótékonysági rendezvény bevételéből a néptánc csoportok ruhatárát újítják fel. A gála résztvevőit Szepesi Tibor képviselő köszöntötte. Karcagváros vezetése részéről Pánti Ildikó, Karcagé Nagy Zoltán és Nagyné László Erzsébet képviselők voltak jelen. Köszönöm, jegyző úr tájékoztatóját. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a szabadságvállalási tervtől eltértem a két ülés között eltelt időszakban a szabadságomat 2017. május 16 és 2017. május 19-e között vettem ki. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Lengyel János képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Az első kérdésem az, hogy a város tervei között szerepel-e a zárt kerti utak rendbetétele, fejlesztése, illetve szilárd burkolattal való ellátása, hiszen nagy szükség lenne rá. Az utaknál maradva a Damjanis és a Füredi utcák egy része még most is földút, megkeseríti az ott élők mindennapjait, tervezi a város, hogy szilárd útburkolattal járhatóvá teszi ezeket a kimaradt szakaszokat. A Dózsa-György utcán nagyon sok gyermek jár iskolába. Ezen szakaszon sajnos jelenleg nincs gyermekek szórakozását szolgáló játszótér vagy játszópark. Kérem polgármester urat, hogy a város lehetőségeit figyelembe véve próbáljon közben járni, hogy ezen városnészen egy játszótér létesülhessen. A négyes számú főút Apavára parkolónál egy szép nagy infótábla található, Karcag 5000 méter felirattal, ebből jelenleg semmi nem látszódik, mert benőtte egy bokor. És a többi infótáblánkra is figyelnünk kell, rendbe kell tenni, hisz itt a szezon, reméljük minél több turista látogatja majd meg városunkat. Tegyük élhetőbbé városunkat, köszönöm szépen, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, zárt kerti utak. Természetesen, hogyha a költségvetés lehetőséget biztosít arra, akkor majd sor kerítünk az átkerti utak rendbetételére. Nagyon sok az átkerti útnak megvan az út alapja. Annak a leaszfaltozását semmiképpen nem támogatom természetesen, akkor se, hogyha az összes az átkerti út el lesz látva útalappal, hiszen ott olyan gépjárművek járnak, esetleg lánccalpas gépjárművek is, ami abban a szentszúrásban tönkre is tenni azokat az utakat, felesleges pénzkidobásnak tartom. Ahogy a lehetőségünk engedi, akkor folytatjuk az átkerti utaknak a további útalappal történő ellátását. Reméljük, hogy lesz erre lehetőség, majd a következő esztendő költségvetési vitájában kérek javaslatot képviselő úrtól, hogy honnan vegyünk el pénzt erre a célra. Kimaradt szakaszok, útszakaszokról, tisztelt képviselő úr, tisztelt jelenlévők, tudjuk nagyon jól, hogy a karcagi utaknak a jó része úgy készült el, hogy az utcában lakók összefogtak és egy bizonyos pénzösszeggel beszálltak az útalap elkészítésébe. Ez így került sor a 90-es évektől folyamatosan a karcagi közutaknak a kialakítására, hiszen hogyha valaki kíváncsi és végignéz itt a térképeket a folyosón, az első emeleten láthatja, hogy mennyire nem volt ellátva a város utakkal, és micsoda fejlődésen ment keresztül a 90-es évek óta eltelt időszakban. Tehát a menet a következő volt, a lakók összefogtak, ha egy bizonyos százalék benne volt az útépítésben, akkor az útalapot elkészítették, és akkor azt vállalta az önkormányzat, hogy leaszfaltozza. Nyilvánvalóan a kimaradt útszakaszokra azért nem került sor, mert az ott lakók nem fordítottak erre pénzt. Na most úgy gondolom, hogy ez
a továbbiakban is így kell, hogy működjön, mert igazságtalannak tartanám, hogyha azokkal szemben, akik befizettek X összeget, legyen az 40, 50, 60 ezer forint per ingatlan, azokat nem vennénk figyelembe, és akkor most az önkormányzat a saját pénzéből készíteni el az útalapot és az aszfaltozást is. Ha képviselő tud ilyen szakaszokról, akkor jelzen, legyen kedves a körzet képviselőjének, akik egyébként ugyanúgy tudnak erről, és nyilván felveszik a kapcsolatot az ott lakókkal. Ha az útalap építő közösség összeáll, és megcsinálják az útalapot, akkor előbb-utóbb arra aszfalt is kerül. A menet ez. Játszótér. Valóban nagyon sokan járnak a Dózsa-György úton a különböző oktatási, nevelési intézményekbe, arról a városrészről. Jól teszik, ez a dolguk, járjanak óvodába, járjanak iskolába, játszanak otthon. Nem tervezik ott játszótér kialakítását. A játszótereket megfelelő helyeken fogjuk kialakítani, illetve vannak kialakítva a város legkülönbözőbb pontjain. Lehetőség szerint olyan területen, ahol nagyon-nagyon sok fiatal család él, ahol várhatóan sok fiatal gyermek is van. A Dózsa-György útra nem tervezünk játszóteret. Apavári erdő környéki ingatlanok, nyilvánvalóan ahhoz már majd nagyon-nagyon gazdag városnak kell lennünk, hogy arra része és a vasúthoz tartozó területet is mi gardírozzunk. Nem hiszem, hogy a mi felelősségünk és feladatunk lenne ez. Nekünk vannak, mint önkormányzatnak kötelező feladataink, és ezen kívül még bőven önként vállalt feladataink, aminek mindennek eleget is teszünk. Ez nem tartozik azok közé. Megvan a közút, megvan a magyar állami vasút, rakják rendbe ők. Mindenkinek a feladatát egy kisváros költségvetése nem bírja el. Van-e további kérdés napirendek előtt? András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Néhány szerint kérdésem lenne. Először is a zebrák állapota a városban. Korábbi testületen is, testületülésen is volt már róla szó, hogy a zebrák festését meg kellene oldani. Vannak olyan helyek, olyan gyalogos átkelő helyek a városban, amelyek igenis szükségeltetik. Például a piacnál, bár most ugye a rendőrlámpa kiépítésével a postánál ez remekül megoldódott, de úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem soká vége az iskolai szezonnak, az iskolák környékén is célszerű lenne a zebráknak az újrafestése. Szerintem az időjárás is kedvező ehhez jelen pillanatban. Ez lenne az egyik kérés. A másik kérés a korábban, vagy az előbb elhangzottakkal kapcsolatban lenne egy javaslatom. Amennyiben lehetőség és módja van az önkormányzatnak, tudomásom szerint van, a kormányzat felé jelezni kellene, hogy a város útjai, bizony közel 20 évvel ezelőtt készültek el ezek az aszfalt útburkolatok, ha nem is 20, de elég régen, és tehát mára azért ezek a kopó felületek bizony eléggé ramott állapotban vannak. Ezt az önkormányzat saját költségvetésből egyszerűen képtelen lesz megoldani az elkövetkezendő időszakban. Nyilvánvaló kormányzati segítségre van szükség, de ezt én úgy gondolom, hogy jelezni kellene a megfelelő minisztérium irányába. Ez lenne az egyik. A másik két kérdésem, illetve hát gondolatom lenne, az egyik a Recipet. A Recipet nevű cég szépen létrejött a város mellett, és sok munkahelyet is ígért annak idején. Ha jól emlékszem, 150-160 munkahely lett ígérve. Jelen pillanatban tudomásom szerint, lehet, hogy a információ nem túl pontos,
de ez a cég közel 30 fővel dolgozik. Alapvetően nem ez a problémám, a problémám az, hogy ez egy 2 milliárdos beruházás volt. A városnak nagyon fontos volt. Gyakorlatilag egy olyan területen van, amelyik a város részben a város tulajdona, illetve érdekelt, olyan cég érdekeltségében van, amiknek a városnak tulajdon része van. Kérdésem, mi lesz Recipettel? Tudomásom szerint a effektív fizikai állomány elbocsátásra került, gyakorlatilag csak az adminisztráció az, amelyik dolgozik. Lehetne ebbe tájékozódni, akár bármilyen formában az önkormányzat egy információt kérhetne. Tudom, magáncégről van szó, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy a városnak nem mindegy. A másik, ami szintén a város közelében lévő nagy cég, ez az elektronikai hulladékfeldolgozó. Ezzel kapcsolatban is én úgy gondolom, hogy kérdések merülnek fel. Egyre több jelzés van, hogy iszonyatos mennyiségű hulladékanyag vagy hűtőszekrények, meg nem tudom mi, amit ott szétszednek, halmozódik föl. Nos, ez már most látványos valóban, tehát a vasútállomásra, ha valaki kimegy, látja azokat a gyakorlatilag hegyeket ott. Én azt szeretném ezzel kapcsolatban jelezni, hogy szintén a cég részéről valami információt, amivel úgymond biztosítja az önkormányzatot arról, hogy teljesen rendben mennek ott a dolgok, és ez az állapot legfeljebb ideiglenes, és nem fog itt a elektronikai hulladék tovább halmozódni, vagy még nagyobb mértékben halmozódni. Illetve ezeknek a feldolgozása továbbra is olyan biztonságos, mint ahogyan az üzembe indításakor volt. Ugyanis tudjuk jól, hogy a hűtőgépek szétbontásakor keletkező feron, vagy elszabadulható ferongáz bizony igen súlyosan környezetszennyező, nem beszélve az egyéb elektronikai alkatrészekre, amelyek a talajra jelenthetnek nagyon komoly terhelést. Valamilyen formában a cégeket meg kellene interjúolni, hogy ezek a kérdések hogyan állnak, mert érintik a várost, én úgy gondolom. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen a kérdéseket, illetve a felvetéseket. Az ebrák festése nyilvánvalóan, hogy már korábbi testületülésen is megbeszéltük, ez megkezdődik rövidesen, és ezzel teljesen egyetértek, ezt rendezni kell, amit nekünk kell elvégezni, azt mi fogjuk elvégezni, amit a közútnak kell felfesteni, azt a közút fogja elvégezni. Nagy valószínűséggel most valóban itt a csomópont kialakításával vannak elsősorban elfoglalva. Szorgalmazni fogjuk természetesen. A közutak állapota, képviselő úr is nagyon jól tudja, hogy az nekem is szívügyem, és én is ugyanolyan közlekedő vagyok, mint mindenki más itt a városban, és én is szeretnék a megengedett sebesség határok mellett suhanni itt a sima aszfalton, mint mindenki más közlekedő. Azt is ugye a képviselő úr nagyon jól, hogy hiszen válvetve dolgozunk ebben a dologban a megyei közgyűlésen, hogy a határok megvannak, tehát ezt úgy szegezi nekem képviselő a kérdést, mintha nem tudná ő is nagyon jól, hogy vannak egy bizonyos pénzügyi határok, amit nem tud átlépni a közút sem. Nyilván ők is pályázatból gazdálkodnak sok esetben. És azt is ugye képviselő, hogy gyakorlatilag heti kapcsolatban vagyunk a közúttal, és bombázzuk őket a leveleinkkel, ettől persze több pénzük nem lesz. De minden követ megmozgatunk, ez magyarul magától értetődő. A két céggel kapcsolatban, hát nekünk semmi közünk nincs a két céghez, magánvállalkozásokról van szó, úgyhogy az ő életükben mi nem igazán tudunk érdemben beleszólni. Az ipari park Kft.-hez annyi közünk van, hogy illetve az ipari park terület, hogy egy bizonyos százalékban vagyunk tulajdonosok, nagyon kis százalékban, még a 25%-ot sem érjük el. Az ott működő vállalatoknak az életéről lehet tájékozódni természetesen, abba beleszólni nem lehet, hiszen ugyanúgy nem tudunk beleszólni más egyéb Karcagon, vagy az ország, vagy a világ más részén működő cégek életébe se, egyszerűen nincs hozzá semmiféle jogunk. Természetesen az nekünk is elemi érdekünk, hogy minél több ember dolgozzon ott.
egy biztos, hogyha már egy ember is munkát kap bármelyik cégnél, az a város használt szolgálja. Itt meg annál sokkal több ember tudott elhelyezkedni a recipetnél is. Valószínűleg kell egy felfutási idő ahhoz, hogy a beígért teljes létszámot tudják majd alkalmazni. Az elektronikai üzem üzemben felhalmozott feldolgozásra váró anyagoknak a mennyisége nekem is szemet szúrt, már több esetben beszéltem, illetve beszéltünk a vezetéssel, és hát folyamatosan próbálják a beérkező anyagmennyiséget feldolgozni, több-kevesebb sikerrel, úgyhogy ezen én is megint csak azt tudom mondani, hogy munkálkodok, dolgozok, hogy valahogy legalább egy kerítést húzzanak oda, vagy valamit, ami eltünteti ezt a egyébként szemnek csúv, de feldolgozásra váró hasznos anyagot. És hogy biztonságos-e? Abszolút biztonságos. Tehát képviselőtől már x-edik alkalommal hallok olyan felszólalást, amikor így próbálja a kamerában mondani azokat a veszedelmes dolgokat, ami nem létezik. Így sem létezik ez. Teljesen biztonságos. Tehát az egyértelmű, hogy abban a szent szúrásban bezárnák a céget, hiszen folyamatosan ellenőrzik mindenféle szempontból, hogyha nem megfelelően dolgoznák fel az oda kerülő ipari hulladékot. Van-e további kérdés napirendek előtt? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy térjünk rá a napirendi pontok megtárgyalására. Amiből nem kevés van, egészen pontosan 33 napirendi pontot kell ma megvizsgálnunk és áttárgyalnunk. Még egyszer gratulálunk az uraknak, és minden jót a további munkához. Viszontlátásra, minden jót kívánunk! Első napi rendi pontunk beszámoló a Karcagváros Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tisztelt Képviselőtestület, Hölgyeim és Uraim! Egy gondos tervezés az intézmények részéről, nagyon takarékos gazdálkodás eredménye az, hogy a 2016-os évet szépen, gazdaságilag pontosan és a terveknek megfelelően tudtuk bezárni, úgy, hogy ismételten elmondom és felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy minden kötelező és önként vállalt feladatunkat tudtuk teljesíteni, és emellett még igen sok fejlesztést is tudtunk végrehajtani az elmúlt eszendőben a településünkön. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a munkáját, aki a gazdálkodás bármelyik szakaszában ebben részes volt. Köszönöm a képviselő testületnek a hozzáállását is, akik támogatták annó a 16-os költségvetés elfogadását és részesei voltak annak végrehajtásában. Vitára bocsájtom a beszámolót, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr, bizottsági elnöknek adom meg a szót. Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők! Karcagváros önkormányzata a 2016-os évi költségvetést rendesen végrehajtotta, megvalósította úgy, hogy az önkormányzat a fizetőképességet megtartotta. A lehetőségekhez mérten a kötelező és az önként vállalt feladatokat is teljesítette, és a működése fenntartása mellett folytatódtak a beruházások, illetve most is folytatódnak, hiszen elég csak végigmenni a főtéren, láthatjuk a rengeteg építést, szépítést, vagy ha kilátogatunk a Szent Annai gimnáziumhoz, a régi technikumhoz, akkor ott is láthatjuk, hogy egy nagyon komoly beruházással egy műfüves, nagyméretű pálya épül, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a bizottságunk, pénzügyi fejlesztési és mezőgazdasági bizottság múlt heti ülésén, illetve ennek a hétnek az elején volt az ülés, megtárgyalta ezt a napirendi pontot, támogatta, és a testületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kiegészítés, hozzászólás, van-e további jelenkezés?
Tisztelt képviselőtestület, a 2016-os év, ahogy akkor is az elmúlt esztendőben beszéltük, egy előkészítői volt, amellett, hogy valóban tudtunk sor keríteni különböző fejlesztésekre, de igazándiból az idei esztendőt és a következő esztendőket alapozza meg, hiszen mindenki előtt nyílt titok, hogy a különböző pályázatok most fognak majd beindulni, és hát azokra kell koncentrálunk, fókuszálunk az elkövetkező időszakban, és minden elmúlt évben történő fejlesztés egy kincse a városunknak, én úgy gondolom. Jelenkezést nem látok, akkor én javaslom, hogy szavazzunk a beszámolóról. Aki tudja támogatni az elfogadását, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Második napi rendi pontunkhoz érkeztünk, ez még mindig az előzőhöz csatlakozik. Javaslata a Karcagváros Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló rendelet tervezetre. Az összes maradványnak az összegét tetszenek olvasni az első lap alján. Én úgy gondolom, hogy ahogy említettem is, hogy a nagyon takarékos és takarékos intézményi gazdálkodás okán az áthúzódó és a felmerülő feladatokra hagyjuk ezt az összeget az intézményeinknél. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? $422.939.411 forintról van szó egészen pontosan. Ha tudjuk támogatni a maradvány felhasználását, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Harmadik napirendi pontunk, javaslat a talajterhelési díjról szóló 3/2017 rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, egy nagyon hosszú előkészítés után remélem, hogy most már a célba érünk ezzel kapcsolatosan. Az előző testületi ülésen már elmondtam, hogy milyen úton érkeztünk el ide a végső pontra, és mindenképpen az a célunk, hogy a törvényességet betartjuk, egyfelől, másfelől a karcagi lakosokat ne terheljük túlságosan, tehát a lehető legkevésbé ezzel a problémával. Ennek megfelelően azt hiszem, hogy a mai bizottsági ülésen lett egy olyan javaslat, ami szerint a adóalanyok teljes kör a fizetendő összeg 95%-a alól mentesülne kedvezmény jogcímmel, és amit a korábbi testületi ülésen meghatároztunk, mentességek kikerülnének ebből a körből. Igaz? A bizottság elnöke jelentkezik, tessék parancsolni. Igen, tisztelt polgármester úr, a testületi ülés előtt ülésezett a pénzügyi bizottság, és a javaslat, amelyben az áll, hogy 95%-os kedvezmény bevezetése kerüljön e tekintetben, ez egyetértésre talált a bizottságban. A bizottság megtárgyalta, támogatta, és a testületek elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen a megerősítést. Van-e további jelentkezés, kérdés, vélemény? András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Egy nagyon rövid kérdés lenne. Értelmezésem szerint, valószínűleg nem tévedek, akkor most egy új adónemet vezetünk be a városba, ami eddig nem volt. Ennyi a kérdésem. Kérdőjellel a végén. Egy talajterhelési díjat vezetünk be, amit kénytelenek vagyunk bevezetni, hiszen törvénytelen, hogy mondják ezt szaknyelven, mulasztásos törvénysértésben voltunk legalább 15 éve, úgyhogy már most tovább nem lehetett ezt húzni, mert nagyon komoly retorzióknak néztünk volna elébe, hogyha ezt nem tesszük meg. Talajterhelési díj aluli mentességet vívtunk ki hosszú időn keresztül, amit most már nem tudtuk tovább védeni, de ahogy látja az anyagból, tisztelt képviselő úr is, a lehető legkevesebb mértékben fognak sérülni azok, akik egyébként ráköthettek volna a meglévő rendszerre.
Ha egészen őszinte akarok lenni, akkor én ezt nem léptem volna meg, nem ilyen mértékben léptem volna meg. A demokrácia viszont olyan, hogy a többség akarata előtt én is meghajlok. A városnak ebből bevétele származik, nem is kevés, és a természeti környezet védelme sem utolsó dolog. Tehát azért akiknek van lehetőségük arra, hogy rákössenek egy gerincvezetékre, és nem tették meg, gyakorlatilag azokat védjük most. Körünk szakadtáig. Úgyhogy most ne beszéljünk egy új adóbevezetéséről, ami stilisztikai szempontból remek ötletnek tűnik ezt felvetni, de az igazság az, hogy ha komolyabban terheltük volna őket, azokat a személyeket, azokat az ingatlanokat, akik ezt nem tették meg, nem lépték volna meg, akkor lehet, hogy a környezetet jobban védtük volna, ezt csak így halkan jegyzem meg. Tessék, parancsol! Köszönöm szépen a választ, polgármester úr. Az anyagból számomra kiderül, hogy a maximális várható anyagi teher egy háztartáson éves szinten kb. 10 000 forint ebbe a konstrukcióba. Ennél nagyobb összeg elméletileg nem várható. Ez egy ilyen havi 10 köbméteres fogyasztásra vonatkozik. Az anyagból számomra az is kiderül, hogy hát, talajterhelési díjról beszélünk, de a lakosság, akit érint ez a dolog, számára az adócsoport az, amelyik ezt kezeli, az adócsoport irányába kell ezt a díjat befizetni, és magánál, a bevallásnál, tehát ennek a mértékének a bevallásánál is az adócsoport az, amelyik majd fizikálisan segíteni fog az érintett feleknek. Úgy gondolom, hogy vagy hát a kérdésem az, hogy mekkora terhet fog ez róni az önkormányzatra, illetve hát magára az adócsoportra, mert azért akiket érint, ezek az emberek be fognak jönni, sorba fognak állni, mert ilyet még nem csináltak, tehát ez az első alkalom. Nyilván több probléma is adódik ebből. Mennyire vagyunk erre fölkészülve? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan azért is vettünk ki bizonyos mentességet, és azért alakítottuk át így ilyetén formában ezt a remélem a ma elfogadásra kerülő javaslatot, hogy annak a bizonyos pénzügyi csoportnak sem legyen egy olyan feladata, amit nem tud elvégezni. Természetesen sok feladattal jár, de a hivatal már csak ilyen, itt sok feladat jut mindenkinek. El fogják tudni látni. És nem csak az volt a kérdés, hogy megbirkóznak-e ezzel, hanem az, hogy mennyire tudjuk védeni a lakosok érdekeit. Meg fognak tudni birkózni, mert itt jó szakemberek dolgoznak. Jó szakemberek dolgoznak, akik ki fogják rázni kisújjukból is ezt a dolgot, meg különben is erre szerződtek. Nem lesz sorban állás, én ebben biztos vagyok. És hát az, hogy az adócsoport végzi ezt a munkát, az anyagkönyvvezetőkre mégse bízhatjuk. Nem ez a feladatuk. Van-e további kérdés ezzel kapcsolatban? Még egyszer mondom, egy 95%-os kedvezmény. A 100%-os az lenne, hogy megint törvénysértést követünk el. Szerintem szavazzunk, ha nincs jelentkezés, aki tudja támogatni, jelezze, igen, nem, tartózkodás, 9 igen, 2 tartózkodás mellett a javaslat elfogadásra került. Köszönöm szépen. 4. napi rendi pontunk, javaslat a személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról szóló 33/2008 rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, a módosítás a két idősek otthonára vonatkozik. Nyilvánvalóan, hogy a folyamatosan emelkedő működési költségek azért szükségesség teszik a térítési díjaknak az emelését is. Ennek a javaslatát tetszenek a napirendi pontban olvashatni. Egészen pontosan a Horváth Ferenc úti idősek otthona telephelyén
76.500 forint per főre változik 75.000 forintról, tehát egy 1500 forintos változásról beszélünk. A Zöldfaúti telepén, ami lényegesen modernebb és jobb körülményeket biztosít, ha elfogadásra kerül, akkor havi 81.000 forint per főre változna 78.000 forintról, tehát 3.000 forintról a különbség. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Nincs jelentkezés, tudjuk-e támogatni? Igen. Nem. Tartózkodás 9, igen, 2 tartózkodás mellett elfogadásra került a javaslat. Köszönöm szépen. 5. napirendi pontunk, beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, ahogy a ciklus elején már megegyeztünk, és azt hiszem, hogy abszolút konszenzus van közöttünk, hogy azokat kell legjobban védeni, akik erre legrászorultabbak, a fiatalok és az idősek. Itt most ennek a szép példáját láthatjuk, hogy milyen rendszer szerint foglalkozunk a gyermekekkel, főleg főképpen azokkal is, külön kiemelten, akik erre különösen rászorulnak. Nagyon-nagyon jó volt olvasni azokat, amik ebben az anyagban találhatók, azt az odafigyelést, ami rávetül a rászoruló fiatalokra, és azt a sokféle lehetőséget, ami mind kihasználásra kerül annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet kapják meg a karcagi fiatalok, ha olyan a szituáció. Kérdezem a beszámolókban munkálkodókat, elsősorban Kuncsilla intézményvezető asszony, hogy kívánja szóban kiegészíteni még a leírt anyagot. Egy másodpercet akkor egy mikrofon hagy érjen oda. Csak néhány mondatot, hogyha már a leírt anyag önmagáért beszél teljesen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A szakminisztérium egyik legjelentősebb intézkedése volt az elmúlt években a gyermekvédelmi jelzőrendszer és a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése. Ennek első lépéseként 2015. január 1-től előírta, hogy családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatás keretében hozható. Gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre. A következő lépés volt, hogy a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működhet. Így család és gyermekjóléti szolgálat, vagy család és gyermekjóléti központ keretében. Mindezeknek a változásoknak, jogszabályi előírásoknak eleget téve Karcagváros önkormányzata, illetve a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa városunkban is létrehozta ezeket a változásokat. Ennek érdekében ugye a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásra került, és kialakításra került a család és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a család és a gyermekjóléti központ a szociális szolgáltató központ keretében belül. Ennek megfelelően először ebben az évben kerül a két szolgáltatás bemutatásra ebben a beszámolóban. Egyrészt igyekeztünk a jogszabály által előírt tevékenységeket felsorolni, bemutatni, másrészt igyekeztünk a számadatokkal illusztrálni az elmúlt évben elvégzett munkánkat, harmadrészt pedig kicsit változatosabbá tenni, belecsempésztünk néhány példát és néhány képet is. Kiemelendő az adminisztrációs tevékenység megemelkedése az elmúlt évben, a családlátogatások számának a megemelkedése. Nagyon büszke vagyok a kollégákra, az adományozás területén is nagyon nagy munkát végeztek az elmúlt évben. Kiemelném még, hogy az önkormányzat, illetve a társulásnak köszönhetően ez évben egy új épületbe tudunk költözni, ahol a megfelelő tárgyi feltételek megteremtése mondhatni már az utolsó szakaszban van, és nem sokára az intézmény egység, tehát a szolgálat és a központ együttesen átköltözhet ebbe az új épületbe, amely a Bajcsi-Zsilinszky út 6 szám alatt található. Köszönet még egyszer a fenntartónak, illetve a Karcagvárosi Önkormányzatnak segítő támogatásukért, és itt szeretném megköszönni kollégáimnak is a munkájukat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen intézményasszonynak a szóbeli kiegészítést. Kérdezem, tisztelt képviselő hölgyeket, urakat, kívánok-e
véleményt formálni. Nagyné László Erzsébet képviselőasszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, tisztelt jelenlévő, tisztelt televízió nézők. Karcagvárosi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a múlt hét keddi ülésén megtárgyalta a beszámolót, és ezúton is szeretnék köszönetet mondani az intézmény vezetőjének és minden dolgozójának, csak úgy, mint a hivatal igazgatási és szociális iroda vezetőjének és dolgozóinak, akik szorosan együttműködve tudták ezt a feladatot ilyen színvonalasan végrehajtani, ahogy ez a beszámolóból olvasható is volt. A beszámolót a bizottság egyhangulag támogatta és elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Képviselőasszonynak a hozzászólását, véleményét teljesen egyetértek, minden dicséretet megérdemelnek, akik ezzel a témával foglalkoznak. Elfogadásra javaslom a beszámolót, ha nincs jelentkezés. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok. 6. napi rendi pontunk tájékoztató az Akácsziget gyógyi és strandfürdő 2017. évi nyári szezon kezdése történő felkészüléséről. Köszöntöm igazgató urat körünkben. Kívánja szóban kiegészíteni a létakat, nem kívánja. Valamikor a szezon kezdés előtt alpolgármester úrral kint jártunk és szétnéztünk már, hogy még jó időben felfedezhessünk olyan gondokat, bajokat, ami esetleg orvosolható a május 1-i szezon kezdésre, a nyitásra. És azt láttuk, hogy szépen folyamatosan a évszaknak megfelelő módon történik minden felkészülés ahhoz, hogy a kedves vendégeken a lehető legjobb körülmények között töltessék a szabadidejüket a strandon. Nyilvánvalóan ez egy folyamatos munkát igényel, nem lehet befejezni május 1-én, hiszen mindig felbukkanhatnak olyan kis apró részletek, ami orvoslásra szorul. Egy biztos, hogy a korábbi évekkel ellentétben most odafigyelőbb volt a strand vezetése, és azt láttuk, hogy gazdája van ennek az intézménynek. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, kérdés, hozzászólás, vélemény, van-e Pánti Ildikó képviselőasszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, televízió nézők. Bizottságunk, az Idegenforgalmi Bizottság is a múlt héten kint volt a helyszínen, az Akácsliget fürdőbe kihelyezett ülés keretében, ugyanúgy, mint ahogyan a pénzügyi bizottság azt követően, tehát figyelemmel kísérjük, mint ahogy polgármester úr is mondta, a városvezetés is figyelemmel kíséri, és az adott témában mi is tájékozódtunk, miután az anyagot megkaptuk, és azt mondhatjuk, hogy minden bizottságnak és mindannyiunknak, akik ott járunk és felelősek vagyunk a jó működtetéséért, kapcsolódási pontjaink vannak. Mindenkinek van egy megfigyelési szempontja, bizottságoknak is, más a pénzügyi bizottságnak, más az idegenforgalmi bizottságnak és a város vezetésének, és ez így természetes. A tájékoztatás tárgyszerű, és örömmel alapítjuk meg, hogy a fürdő, mint ahogy polgármester úr is elmondta, hogy életképesen készült a szezonra. A kempingben, ahogy láthattuk, és a ma délelőtt folyamán is, akik arra jártak, teltház van. Régen volt ilyen, hogy május hónapban bizonyára, hogy az időjárás is kedvező, de talán ennek más oka is lehet. És ugyanúgy a szálláshelyek is telítettek. Ez mindenkor öröm. De ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy a szabad idő kellemes eltöltésével az embereknek arra is igényük van, hogy a gyógyvíz és a kezelés mellett némi kulturális programot is kaphassanak azon a helyen, ahol esetleg leparkolnak és ahol vannak. És erre is fel kell készülni, természetesen korosztályoknak megfelelően is. Láthatjuk tehát az anyagban is, a beszámolóban is, hogy a marketing munka és a kulturális tevékenység is, a rendezvényeknek a száma is nem csak növekszik számszerűségében, hanem minőségében is nagyfokú javulás van.
Ez azt jelenti, hogy a fürdő vezetése, a menedzsment jó kapcsolatot építse ki a várossal, a kulturális intézményekkel, az egyesületekkel, a klubokkal, mert a kapcsolódási gondok közösek. És engedhessék meg, hogy a programban is olvashatjuk, és azóta megvalósításra került, hogy néhány szót szólja. Május 12-én, 13-án volt a 4. országos útias művészeti fesztivál, ahol sok kedves vendég részt vett, és örülünk neki, hogy májusig a neves előadó művész. Ismételten idehozta 4. alkalommal már ezt a fesztivált, és jöttek is az érdeklődők, ha jól tudom, számszerűségben több mint 1000 látogató volt ezen a két napon, és azt is örömmel el kell mondani, hogy a Dunántúl túl a felvidék testvérvárosokból érkeztek csoportok, és nem csak egy napra, hanem nagyon nagy volt a szállásigény is a városba. És ez azt hiszem, hogy mindenkinek öröm. Példaértékű volt a szervezés, a fogadtatás, a kiszolgálás, úgy a fürdő, mint a nótás klubok részéről. Én azt hiszem, hogy ez egy jó indulás, és bízva a vezetésében a fürdőnek a továbbiakban is nagy figyelemmel lesznek, hiszen jön a nyár hamarosan, arról nem is szól, hogy a gyerekek szabadidős tevékenysége. Sok minden benne foglaltatik ebben, amiben egy jó folytatással a további eredményt növelni lehet. Én elfogadásra ajánlom az anyagot, mint ahogyan ez a bizottságülésen is megtörtént, és örömmel a fürdő vezetés felé köszönet, elismerés, és az ottani munkatársaknak is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólását képviselőasszonynak. Kartvin Nagy Zoltán képviselő úr, kér szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót! Én is szeretnék gratulálni a fürdő vezetésének és dolgozóinak, hiszen, és megköszönni azt, hogy a bizottságülésnek helyt adtak, hiszen a ezt megelőző bizottságülésünket kint tartottuk az Akácsliget fürdőben, ahogy Pánti Ildikó képviselőnő említette, ezzel is jelezve, hogy odafigyelünk az ott folyó munka folyamatokra. Tapasztaltuk igen a kempingnek a nagyon nagy látogatottságát, örömünkre szolgált, hogy szinte teljesen tele van lakókocsikkal. Láttuk az új kerítést, ami most készül, a fürdőzők és ott kempingezők intimitását növelendő, illetve nagyon sokat fejlődtek a kis fák a kempingbe, már nem is olyan kicsik, hanem igen szép árnyékot adnak. Minden újra van festve, a növényzet nagyon szépen karba van tartva, rendben van tartva, tisztaság van, sőt az uszodának a téli fűtése nagyon jól működött, saját bőrömön is tapasztaltam, hiszen gyakran járok ki, úgyhogy én csak gratulálni tudok a fürdő vezetésének az elvégzett munkához, és valamennyi dolgozónak köszönjük szépen. Köszönöm szépen a hozzászólását. Hozzászólást van-e még? Jelenkező Molnár Pál képviselő úr, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, polgármester, a szót, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagyon fontos dolgok vannak leírva a szezonra történő főkészülésben, de alfája, omegája annak, hogy jól érezze valaki magát a fürdőbe, az mellett, hogy tiszta kulturált körülmények között tudjon fürdeni, hogy milyen közönség látogatja. Az elmúlt években a fürdő vezetése biztonsági szolgálattal közösen mindent megtett annak érdekében, hogy azokat az elemeket kiszűri a fürdőzők közül, akik nem megfelelőképpen fürdőznek, zavarják az oda látogatókat, nyugalmát, pihenését, és esetlegesen olyan ruhába jönnek, mennének befürdeni, amely esetlegesen nem odavaló. Ez a szűrés megtörténik már a pénztárnál, valamint szabályzatban is le van fektetve, hogyha valaki úgy viselkedik, hogy az oda nem illő, akkor kitiltható a fürdőből. Szeretném megnyugtatni Karcagváros lakosságát így a testületülés lehetőségén keresztül is, és tájékoztatni a tisztelt képviselő testület tagjait, hogy ebben az évben is
meg fog mindent tenni ennek érdekében a fürdő vezetése. A biztonsági szolgálattal fölvette már a kapcsolatot, egy megerősített szolgálat lesz, mert igenis szükség van rá, és hogyha azok az elemek kerülnek túlsúlyba, vagy egyáltalán bekerülnek a fürdőbe, akik ellehetetlenítik az fürdőzők nyugalmát, pihenési szándékát, akkor nem lesz sok látogató. Hiába ez a sok munka, amit elvégzett a fürdő menedzsmentje és az ott dolgozói, hogyha nem lesz fizetőképes látogató. De szeretnék megmutatni mindenkinek, hogy évről évre ez azért javuló tendenciát mutatott, és ebben az évben is föl van erre készülve a fürdő vezetése. Ez igazából nem derült ki az anyagból, de fontosnak tartottam elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Így van, fontos is, hiszen nem mindegy, hogy van-e kedve az embernek menni a strandra vagy sem, ez egyértelmű. De nagyon sok minden elkészült ebben ezen a strandon, és a felkészülés is, én is úgy gondolom, hogy ahogy említettem is, jobb volt a korábbi évekhez képest. Egy biztos, hogy a Katagvárosának jelen pillanatban, nyilván ez változhat, a legnagyobb idegenforgalmi kitörési lehetősége mégiscsak a gyógyvíz. Bennünket nem kényeztetett el a természet semmi különleges látnivalóval, természeti csodával, heggyel, völgyel, folyóval, tóval, viszont itt van ez a nagy kincs, a gyógyvíz, tehát ezt kell kihasználni. És én nyomatékosan kérem igazgatórat és a munkatársait, ennek megfelelően kezeljék ezt. A város nagyon sok pénzt ölt ennek a fürdőnek a kialakításába, és ezután is a különböző remélhetőleg nyertes pályázatokon keresztül további fejlesztések várhatók. Én kívánom, hogy ez a sok lakókocsi az maradjon meg nyárra is, mert akkor lenne az igazi, mert azt ugye tapasztaltuk már az elmúlt években is, hogy tavasszal és ősszel itt vannak, de maradjanak itt. Olyan szituációt, olyan helyzetet kell kialakítani, hogy ne menjenek el másfelé, vagy ha elmennek, jöjjenek mások. Ez bizony program kell, odafigyelés kell, példamutató szolgálat mindenféle területen, vendégkiszolgáló szolgálat, ami ott marasztalja a vendégeket, mert még egyszer mondom, ez egy stratégiailag nagy-nagy lehetőség a város számára. És nagyon sok energiát és pénzt fektettünk abba, hogy ez idáig eljusson. A felelősség iszonyatosan nagy, hogy ez jól működjön, iszonyatosan nagy. Ezzel együtt valóban én is elfogadásra javaslom ezt a tájékoztatót, hiszen az alap dolgokban megtörténtek azok az előkészületek, és most a szezonra való felkészülést tárgyaltuk ebben a napirendi pontban. Van-e további jelentkezés? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a tájékoztatót. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangul a került elfogadásra. Köszönöm szépen. 7. napirendi pontunkhoz érkeztünk. Javaslat: az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentése. Köszöntöm körünkben belső ellenőreinket, Csiszárné Takács Erikát és Cegnédi András belső ellenőröket. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Elfogadásra javaslom az előterjesztést. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 8. napirendi pontunk, javaslat a 2016. évi ellenőrzési jelentésre. Tisztelt képviselőtestület, az anyagban megtalálhatjuk mindazt a munkát, ami elvégzésre került belső ellenőrünk részéről, akik nagyon kemény és komoly munkát folytatnak, hiszen ez ismételten egy olyan dolog, ami végtelenül fontos az önkormányzat számára és a képviselőtestület számára is, hogy rendben menjenek a dolgok. Itt bizony találunk különböző megállapításokat, keményebbeket, még keményebbeket, javaslatokat, és ez így van rendjén. Tehát a két belső ellenőr azon munkálkodik, hogy a különböző intézmények a lehető legszabályosabban végezzék a munkájukat. Ez a kutya kötelességük, és ezt szépen végre is hajtják. Vitára bocsájtom az előterjesztést, a javaslatot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Pánti Illikon képviselőasszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Polgármester úr gondolatához kapcsolódok. Amikor az előzőekben ugye a költségvetésről szó volt, hogy
a költségvetés tervezetten végrehajtotta mindazokat a feladatokat, és hogy a város fizetőképes, és hogy talpon vagyunk, és hogy fejlesztések, beruházások vannak. És azt a gondolatom támad, hogy mellette a belső ellenőrzés jól működik. Mert a belső ellenőrzésnek a feladata, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények és a hivatal azokkal a feladatokkal, lehetőségekkel, amellyel élni kell és élni lehet, tehát azt folyamatosan munkaterv szerint szigorúan ellenőrzi. Apróbb, nagyobb ellenőrzések, láthatjuk, terítéken vannak az intézményeink, a hivatal, tehát együttesen adja ezt a fajta eredményes tevékenységet, és ez így van rendjén, hogy mind a kettő jól működik, és a kettő együttes tevékenységéből a legnagyobb dolog, ami a városnak az életét, a fenntartását, a működését jelenti. Úgyhogy én elismeréssel szólok a kedves ellenőrök, az A-revizor és a B-revizor, ugye, mert név nélkül jelennek meg az anyagban, de hiszen jól ismerjük őket névvel ellátva. Gratulálok, és örülök, hogy ezt elmondhatjuk valamennyien. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselőasszony hozzászólását. Teljesen egyetértek. Igen. Van-e további jelentkezés ebben a tárgyban? Ha nincs, akkor megköszönöm mindkét revizorunknak a munkáját. Valóban szépen végzik azt a nem mindig népszerű munkát, ami a feladatuk, de ez ugyanolyan része a hivatali munkának, mint sok minden más egyéb. És azt kérem, hogy továbbra is nagy odafigyeléssel, nagy szigorúsággal tegyék azt, ami a feladatuk. Köszönöm szépen, és sok erőt kívánok ehhez. Elfogadásra javaslom a napi rendet. Igen. Nem tartózkodás nélkül egyhangulat támogattuk. Köszönöm szépen. 9. napirendi pontunk. Javaslat a karcagtérségi hulladékgazdálkodási közszolgáltató non-profit korlátolt felelősségi társaság üzletrészének részbeni értékesítésére. Tisztelt képviselőtestület, ez is sokszor napirendre került már ez a téma. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hiszen különböző bizottsági üléseken, GTT-n, de akár testületen is szó volt már arról, hogy lehetőség szerint mi egy régió központ szeretnénk lenni ezen a területen, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez így legyen. Ahhoz természetesen sok minden környékbéli települést ide kell kötnünk magunkhoz, hogy ez a vágyunk és akaratunk, célunk teljesüljön, és hogyha itt ezt az anyagot támogatni tetszenének, akkor a bejelentkezett települések egy üzletrész mennyiséget tudnának megvásárolni a meglévőből. Már van Belegfürdő és Füzesgyarmat, aki korábban megtette ezt, és 7 másik újabb település gondolkozik ezen, illetve ma el is döntötték, hogy így fognak eljárni. Nekünk is áldásunkat kellene ehhez adni, ahhoz, hogy tudjunk tovább lépni és előre lépni, és megtartani azokat a sáncokat, erővonalakat, amit kiharcoltunk eddig. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ehhez a dologhoz? A lehető legkevesebb üzletrész mennyiséget ajánljuk föl, de ez pontosan elég ahhoz, hogy működjön a rendszer. Tudjuk-e támogatni akkor, ha nincs jelentkezés? Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 10. napirendi pontunk javaslat a Szent Anna és Sámuel Gimnázium szakközépiskolai és kollégium fenntartói jog átadás átvételéről szóló megállapodásról szóló 349/2011 KT számú határat módosítására. Csak megkérdezem, hogy nem változott meg közben az intézmény neve? Szerintem igen. Majd a következőkben a rendes nevét tessenek már beírni az iskolának, mert ez szerintem nem az. Tessék? No, de ez most egy mellékes dolog, hanem a lényeg az, hogy a műfüves pálya apropóján egy telekhatárrendelésre van szükség, úgyhogy a javaslat ezt tartalmazza, és kérem, hogy
a vita után tessenek támogatni ezt az elképzelést. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 11. napi rendi pontunk, javaslat a Györfi István Nagykun Múzeum alapító okiratának módosítására. Egy címváltozás áll fönt, és azt kell orvosolnunk a módosításra, ezért van szükség. A karcagi hírmondó nyilván a múzeumhoz tartozik, és ott egy helyrajzi szám helyett egy házszám kerül be az alapító okiratba. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Egyértelmű. Szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm. 12. napi rendi pontunk, javaslata a Karcagváros helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatás 2017. évi támogatására. Költségvetési támogatásra lehet pályázni, de ez jó néhány dologban az önkormányzatnak a testületi felhatalmazás által nyilatkozni kell. Kérdés, hozzászólás van ehhez? A bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Ha támogatjuk, mi is jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulag fogadtuk el. 13. napi rendi pontunk a jelentések. 12 darab jelentés található az anyagban. Összevont szavazást javaslok ebben a tájban. Van-e valamelyik jelentéshez valakinek valamilyen hozzáfűzni valója, kérdése? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom a jelentéseket. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 14. napi rendi pontunk a következő, amit, ahogy már az elején jeleztem, a testületi ülésnek zárt ülés keretében tárgyalunk meg. Ennek megfelelően kérek minden olyan személyt, aki nem kapcsolódik közvetlenül a tárgyhoz, legyen kedves az üléstermet elhagyni. A testület nyilvános ülés keretében folytatja munkáját. 32. napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Javaslat a nők a családban és a munkahelyen pályázaton való részvételre. Konzorciumi formában szeretnénk ezt ellátni, és komoly pályázati pénzeket lehetne nyerni, mondjuk, hogy 200 millió forint vissza nem térítendő támogatás 100%-os támogatottságról van szó. A költségvetési szervek és a civil szervek számára a nők munkaerőpiaci helyzetének és a család munka összeegyeztetőségének javítása céljából lehet pályázni. Erre van lehetőség. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 33. egyben utolsó napirendi pontunk következik. Javaslat a Madárszim Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására. Hogy tetszenek tudni, mindannyian a Szimóvoda bővítése zajlik napjainkban. Így egy szobával több lesz, és egy csoporttal többet indíthatnak ebben az óvodában, ami plusz 25 fő gyermek elhelyezését biztosítja. Ezt viszont rögzíteni kell az alapító okiratban, a módosításra ezért van szükség. Kérdés, hozzászólás, véleményehez van-e? Javaslom a támogatását. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy a következő időszak programjairól egy jövő tájékoztatást legyen kedves adni számunkra. Május 27-én a családi és gyermeknap sportnap programjaira várnak mindenkit a Ligetúti sporttelepre. A kézműves foglalkozásokon, kirakodóvásáron túl a nap folyamán lesz szülői labdarúgótorna, élő amolyba, kapitány labdabajnokság, sor- és váltóverseny, és megrendezik a népi ételek főzőversenyét, valamint a 4. Nagykun diák birkapörkölt főzőversenyt is. Jelen lesz a rendezvényen a Tour de Hongrie szervezőcsapata is, akik a kerékpáros sportot népszerűsítik. Május 31-én Operett Gálára várják a műfaj kedvelőit a Dérini Kulturális Központban. Felép Oswald Marika, operettének
Június 2-án a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ünnepi megemlékezést rendez a Karcag Város Önkormányzata és a Dérné Kulturális Központ. Emlékező beszédet mond Sági István, a karcagi tankerület igazgatója. Június 6-a és 9-e között kerülnek megrendezésre a 88. ünnepi könyvhét és a 16. gyermekkönyvtapok programjai. A Dérényi Kulturális Turisztikai Sport Központ és Könyvtár szervezésében június 6-án központban a táj címmel nyílik kiállítás a képzőművész tanszakos diákok munkáiból az ifjúsági házban. Június 8-án felolvasással és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsorával várják az olvasókat a Kossuth téren. Az óvodások aszfaltrajzversenyen mutathatják be tudásukat. Június 9-én a Kunkuckó Diákszínjátszó csoport a 6 Alma Klub című előadását láthatják az érdeklődők a Dérényi Kulturális Központban, majd a Kertész Leszek című irodalmi pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére kerül sor az ifjúsági házban. Június 10-én a Karcagi Nagykó Református Általános Iskola, június 16-án a Szent Pál Marista Általános Iskola és a Kovács Mihály Általános Iskola, június 17-én a Kiskulcsosi Általános Iskola 8. osztályos diákjai búcsúznak az iskolájuktól. Június 14-én dr. Ötös László, Hajdú Bagosi Bibliás Krónika és az Érintő Erő című legújabb köteteinek könyvemutatójára várják az érdeklődőket a Csokonai Könyvtárban. A szerzővel Rideg István tanárról beszélget. Június 19-én tartja az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró ünnepségét a Dérényi Kulturális Központban. Június 23-án és 24-én kerül megrendezésre a 19. Karcagi Birkafőző Fesztivál. Sztár vendégek Bagosi Brothers Company, Dérheni, Takács Nikolász, Tóth Andi. Június 29-én a kuláküldözés áldozataira emlékezünk a római katolikus templom előtti parkban álló kopjafánál. A rendezők mindenkit szeretettel várnak valamennyi rendezvényre. Köszönöm szépen a tájékoztatást, az előzetest. Tisztelt képviselő testület, szinte éjjeltetlen, hogy most volt még karácsony, és már a következő testületi ülés túl lesz a Birkafőző Fesztiválon. Ennek megfelelően bejelentem, hogy a legközelebbi soros testületi ülése június 29-én csütörtökön 15 órai kezdettel kerül sor. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Amennyiben nincs, megköszönöm a tisztelt képviselő hölgyek, urak megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját, a kedves televízió nézők figyelmét, a mai testületi ülést bezárom.